ketten vagyunk a Petivel, a kezdetek óta. Tőzsde maga. És Sündörgés név az az én találmányom, de semmi köze nem volt a zenéhez. Ne oda nézzek, ugye? Ez fontos volna. 93-ban alakult a zenekar, és a dobossal ketten, én mint gitáros, Peti mint dobos, régi gyerekkori barátok vagyunk, és az ilyen régi álmunk volt, hogy zenekart fogunk csinálni. És meg is csináltuk, Sündörgés néven, már akkor se igazán passzolt a név a zenéhez, de viccesnek tűnt, mivel nagyon fiatalok voltunk. És rengeteg tagcsere volt a zenekarban, rengeteg ideig, hát énekes problémáink voltak általában. Most már nincsen. Most már nincsenek, 6 éve Komjáti Attila barátunk énekel a zenekarban, aki előtte semmiféle ilyenféle tapasztalattal nem rendelkezett, de gyönyörűen beilleszkedett a produkcióba. Dobos Görföl Péter, szólógitáros Tóth László, énekesünk, ugye, mint említettem, Komjáti Attila, basszusgitáros Létai Péter, és én, mint ritmusgitáros Nyerki Tamás lennék. A névváltoztatás az Attila nevéhez fűződik, ő találta ki ezt a nevet, igazából erről ő tud beszélni. Már régóta gondolkodtunk azon, hogy mi magyarul énekeltünk, vagy hát magyarul szóltak a dalok, és hát úgy gondoltuk, hogy váltunk az angolra, és hát a Sündörgés név az úgy kicsit nem igazán fedné le azt talán, úgy gondoltuk, és így lett végül is hosszas tűnődés és tépelődés után a Force Feedback, pár szótár átnyálazása és hasonló dolgok után. Igazából igen, ez volt. Sok kritikánál azt kaptuk meg, hogy elég vicces a név, és a név alapján úgy gondolták, hogy a zenekar ilyen komolytalan próbálkozás lenne. És ezután gondoltuk úgy, hogy meg kell változtatni a nevet. Az érdekesség az volt, hogy én közben Veszprémbe tanultam, és párszor ugyan összeültünk, hogy kitaláljuk, hogy milyen a zenekar neve, de ez úgy alakult ki, hogy én kaptam egy SMS-t, hogy na, most ez lesz a nevünk. Én akkor nem voltam ott. Igazándiból túl nagy dolgokat nem csinálunk szerintem, leginkább itt a környékben járogatunk, de úgy össze-vissza, ahova van lehetőségünk, oda megyünk. Csak ilyen anyagi problémák vannak ezen a téren, meg vagy családiak is tulajdonképpen, mert gyakorlatilag hárman vagyunk az ötünk közül apukák, és azért már nem megy úgy, hogy mit tudom én, azt mondjuk, hogy elmegyünk egy hónapra turnézni akárkivel, az nem így működik már. Feeling-szerűen zajlanak a számírások. Egy-egy próba közben összeáll egy szám, mondjuk egy 3-4 próba alatt. Peti dob témákat hoz rá, de tényleg a váz az a nyerasz, és akkor így tesszük egymás mellé a témákat, és hát a legvégén kerül rá a korona, ugye a szöveg, illetve hát az ének. A lényeg az, hogy önmagában az, hogy én kitaláljuk valamit, az édes kevés. Hát ez kell egy jó gitáros még mindenképp, aki nagyon jó gitározik. Igen, ez igaz. Egy jó énekes, aki nagyon jó énekel, illetve egy jó dobos és egy jó basszusgitáros. És akkor így alakul ki. Hát ez de számunkra a siker. Tehát az, hogy mi csinálunk egy számot, az általában örömet okoz. Egyelőre úgy néz ki, hogy még talán másoknak is. Mert meg lehet figyelni, hogy azért vannak olyan fellépéseink, amin
azért tetszést aratnak ezek a művek. De ami fontos, hogy ezt a zenekart igazából azért ez egy baráti társaság is, úgyhogy nem csak próbákon és koncerteken szoktunk azért találkozni, elég sokszor előfordul más jellegű program, és egy jó kedvű dolog ez. Tehát egy ilyen hobbi, de a szó nemes értelmében azért egyelőre. Gyakorlatilag mindegyikünk helyel közel ezt a zenét hallgatja, ki ezt, ki azt, még pluszba hozzá, de alapvetőleg mindegyikünknek tetszik ez a műfaj. Meg hát végülis az a lényeg, mindegyikünk másféle zenét szeret, de a lényeg az, hogy mindegyiket emberek csinálják. Hallgatunk jazztől kezdve mindenfélét. Meg hát ennek is köze van ahhoz, hogy az egész hogy kezdődött. 16-7 évesen az embernek az a záma, ha már lányok nem igazán állnak szóba vele, hogy akkor most pedig gitárt fogunk venni, dobot fogunk venni, és zenekart fogunk csinálni. És ez így alakult. Ez kár lenne tagadni, de aztán persze később a lányok is megjöttek. Ez azért fontos. Csak autodidakta módon, a Péter a dobos, ő tanult, azt hiszem, hogy a többiek is valamilyen szinten. Volt érdekes a helyzet, én elkezdtem zenei iskolába járni 7 éves koromtól, azt hiszem. És az első fél év az kicsit nehezen ment. Közölte a gitártanárom, hogy, illetve írt az ilyen kis ellenőrzőből, hogy a szüleimnek, hogy inkább menjek focizni, meg ennek semmi értelme nincsen, de én mindenképpen gitározni akartam, tehát még kitartottam mellette, és úgy 10-12 éves koromban, amikor magamtól elkezdtem dolgokat játszani, Eric Clapton Unplugged-ról játszogattunk szomszéd srácok számokat, akkor alakult ki az a dolog, hogy én ezt tényleg szívesen csinálom és szeretném csinálni. És valamitől kezdve ment magától. Alakítottuk a zenekart, kiosztottuk, hogy kinek melyik szerep jut, talán jutott a dob, és én komolyabban is vettem ezt a dolgot, hát én jártam talán az húzamosabb ideig, több éven keresztül, itt Szexel a zeneiskolai kereteken belül, és ott sátítottam el ezt a tudományt, amit most is tudok produkálni. Engem a cellótól vezetett egyenes út a mikrofonig. Hát én is jártam zeneiskolába, én cellóztam valaha. Én aztán is katonságnál sokat. Ez egy másfajta hangszer volt. És aztán abba hagytam, és nekem testvéreim tanítottak meg gitározni. Most ez még mindig ugye nem az ének. De valahol szerintem az, hogy valaki énekel, vagy csak énekel. Én nehezen tudom elképzelni azt, hogy ahhoz ne kelljen egy valamilyen szintű zeneiskolai tanítás, akár egy hangszer. Tehát az nagyon sok belül segíti azt. Ugye, amikor én is úgy otthon gitározgatok, engem úgy tanítottak meg, hogy közben énekeljek. Tehát, és ez így sokkal közelebb áll az emberhez az, amit csinál. De úgy magával az énekkel, én zeneiskolai kereteken belül nem foglalkoztam sohasem. Tehát ez valahol hiba is, néha úgy érzem, mert van mit csiszolni. Tehát tényleg lehetne mit még hozzárakni. Csak valahogy ez így vagy tolódott, vagy valami miatt így nem alakult ki igazából. Hát főleg azért lényeges szerintem elmenni, mint rockzenész zeneiskolába, mert ugye a rockzene az alapjaiban tulajdonképpen a klasszikus zeneelméletre épül, zeneelméletileg, és onnan nagyon sok mindent átvesz ilyen dolgot. Azért hát a zeneiskolában ezeket meg lehet tanulni, így az alapokat. Az úgy néz ki, hogy mindenki beszerzi a saját hangszerét, az alap.
meg az alapjait, ilyen erősítőket, még ilyesmiket. Hát, már hogyha úgy veszük, hogy ez egy hobbi, már ugye ez egy elég izmos költség. Nem egy egyszerű dolog, semmilyen szinten szerintem. Mondjuk Lacin kívül mindenkinek megvan a cucca. Nekem is azért hangszerűileg megvan. Hangszerűileg megvan, de ráhajtott már a témára ő is. Azt hiszem. Igazából kényelmes helyzetben vagyok, mert olyan zenekarokkal próbálunk együtt, illetve tárzenekarokkal játszunk, ahol minden tag zenét ottam ott máshol, hogy mindig tudok valakitől kölcsön kérni erősítőt, ezt utólag is köszönöm mindenkinek. És azon vagyok, hogy beszerezzek saját cuccot. Hát a dobhoz az Peti gyilatkozott. Hát nekem elég költséges a dolog, mert 2-3 havonta eltörik egy szintányéról, mert annak a beszerzése kicsit anyagilag megterhelő, de hát ezzel jár a hobbi. Meg amikor esik a kocsi tetejéről. Vagy befélel esik a kocsi tetejéről, előfordul, sorosan nagy menetszélbe lezuhan a dob, de túlélte, tehát relatív van a dobon. Hát ebben tulajdonképpen mindenkinek több százezer forintja van, ez a lényeg. Ja, hát és minimum egy autó. Ez egy befektetett dolog, ami nem kamatozik igazából, tehát ez tényleg a hobbi része. Az énekesnek van még a legkönnyebb dolga minden együttesben, én azt mondom, mert nekem még könnyebb a dolgom, mert ugye, amit mondott a Laci is, hogy más együttesek is próbálnak, tehát így az ének cucc megoldva van más együttes révén, úgyhogy nekem még mikrofont se kell beszereznem. Úgyhogy én vagyok talán az, aki elmondhatja egyedül, hogy nekem igazából ez nem költség, amit én anyagbeszerzésre fordítok az együttesen mellől. Magyarországon szerintem egy amatőr zenekar semmilyen szinten nem tud megélni a zenésből. Sőt, én mondok komolyabbat, szerintem föl se szabad rátenni komoly életpályát. Egy-két kivételtől eltekintve, hát, ez itt nem működik. Nem. Igazándiból szerintem Magyarországon egyetlen egy rock zenekar él meg az a Tancsapból, és rajtuk kívül gyakorlatilag szerintem nem is létezik olyas valaki, aki tulajdonképpen konkrétan csak ebből él. Őnekik ez tök bejött, és minden tisztelet az övéké, hogy ők szinte a legalulról küzdötték fel magukat ide. De ez már szerintem ez Magyarországon gyakorlatilag nem működik. Mert addig, amíg akárhova elmegyünk zenélni, és éppen csak a benzinpénzt fizetik ki, azt is nagy nyögben nyelve, addig ebből nem lehet megélni. Nem is. Hát nem is az a cél. Semmi nem, esélye. Nem egyszer volt példa arra, hogy az ember játszik egy fesztiválon, és esetleg a biztonsági őr, aki arra figyel, hogy ne ugráljanak túl közel, az több pénzt kaszíroz, majd a produkció szereplői. És ez azért eléggé elkeserítő tud lenni az adott pillanatban. De a lényege azért számunkra nem az, hogy most ebből mennyi pénz folyik ki. Nyilván azért arra törekszünk most már, hogy nem nagyon vállunk olyat, ami saját zsebből kell finanszírozni. Ennek is tudható be, hogy kevesebbet játszunk. Mert ezt többen fővállalják, hogy mennek, járják az országot saját zsebre, várnak a csodára, és aztán pedig elmúlnak az évek, és nem történt semmi. Két év után rájönnek, hogy gyakorlatilag egy óriási bukta az egész pénzügyileg. Tulajdonképpen csak ráfizetés. Nem is az a lényeg, tehát mindannyiunknak megvan, mindannyiunk dolgozik, nem ebből élünk, ez egy alapvetően nagyon jó hobbi. És így járjuk a környéket inkább, tehát az országban messzire nem megyünk, mert nincs értelme elvenni egy olyan helyre, ahol senki sem hallott még minket. Inkább olyan helyre próbálunk menni, ahol valamilyen szinten ismernek minket, illetve hogyha távolabb, akkor olyan valakikkel, akiket ismernek ott. Máshogyan nincsen értelme a dolgnak. Hát igen, erre voltak törekvéseink, hogy esetleg ide hívunk zenekarokat távolabbi vidékekről, és akkor oda-vissza játszós alapon lehet így esetleg egy-két koncertet lekötni, de ez sem mindig működött. Tehát volt rá példa, hogy meghívtunk egy adott zenekart, és hát a visszahívás az kicsit elmaradt. De nem maradszunk senkire. Szinte.
Nem haragszunk senkire, de hát nem volt mindig fel a dolog. Laci, nem én fogok beszélni róla, de csak egy javaslatot Székely udvarhelyre kéne kezdeni szerintem. Igen, most ott mire meséljünk? Hát, a körülményekről, meg a lehetőségekről. 80 forint volt egy sör. Így van. Nem, a Székely udvarhelyi az tök jó koncert volt szerintem. Már az, hogy eleve előbb kimentünk mára ki a zenekarból, ugye? Előbb kimentünk egy-két nappal, vagy egy nappal, nem is tudom. És nagyon jó volt a hangod, mindenki tök barátságos volt is. Hát gyakorlatilag ott... Még medvék is voltak. Az a szerencsére találkozni medvével. Na most ennél biztos volt emlékezetes. Gyere, azt egyszer fél hangon feljebb játszott. A legcikébb az is külföldön volt szerintem, nem konkrétan a zenéhez fűződik, de zentán voltunk. És Attilának van egy bizonyos gyomorbaj, amire egy egyszer szed, és elfelejtett elhozni, és nagyon rosszul lett. És ez is egy nem sikerült fesztivál volt, a szervezők nem nagyon tudtak fizetni. És ott ugye az úti költség is elég tetemes összeget tett ki. Azt, hogy mi kaptuk a legtöbbet, köszönhetően nekem. A Laci a komoly erőfeszítéseket tett, hogy valamennyit azért kapjunk, és háromféle pénznembe kaptunk is valamennyit. De közben Attilánk annyira rosszul lett, hogy el kellett vinni orvoshoz. Az ügyeletre hajnali kettőkor. Nagy csodát nem tudtak vele tenni, de közben Lacikánk harcolt a pénzért, hát pedig nem vagyunk ilyenek, de hát benne volt a lendület. És aztán persze hazaindultunk, és itthon meg kellett állni Szeged után. Az első. Hát egy ügyeleten, mert Attilánk annyira rosszul volt. És hát ott kapott rá egy gyógyszert, amit be is vett, és jobban is lett, és akkor a Létai Peti barátunk megjegyezte, hogy miért nem szólt, mert a gitártokjában ott volt a gyógyszer, mert ugyanaz a betegségük van. Ez nekünk vicces volt, Attilának nem volt. Igen, mi azóta rögünk rajta. Törzs közönség változó, mert akik mondjuk elején voltak törzs közönségnek nevezhetők. Még én is adó beletartoztam az elején. Még a Lacika is. Ők már azért azok, akik nem zenélnek, már lehet, hogy nem is járnak ilyen fajta rendezvényekre. Mindig változik. Egyre fiatalabb mondjuk én úgy veszem észre. Tehát nagyon sokat 14-5 éves. Tehát sokszor volt már olyan, hogy egyszer lány kért egy számot, és mondta, hogy 11-ig mindenképp játsszuk el, mert haza kell menni. Születésnapja volt talán a 14-dik. Ezt nem tudjuk, de azért jók szoktak lenni általában. Köszönhető a Tébolynak is, aki azért rendszeresen lehetőséget biztosít arra, hogy játszunk. Úgyhogy évente szerintem kétszer, van, hogy háromszor zubba megfordulunk. Meg hát elég rendszeres most már egy születi fesztiválon fellépünk, és ott is azért jól szoktak sikerülni a koncertek. Az újabb, tehát az elmúlt időszakban készült számokat szeretjük szerintem a legjobban, egyrészt azért azok a legújabbak. Meg kicsit próbáltunk hát tudatosan afelé menni, hogy ne legyen annyira komplikált a muzsika, mert régebben azért előfordult, hogy egy szám 15 különböző témából állt, és azt gyújtuk össze. Kicsit ilyen populárisabb, ha így lehet fogalmazni. Befogadhatóbb lesz. Hát igen, talán dallamosabb kicsit. És azokat jó játszani. Nyilván a közönség is jobban reagál rá, mint egy általunk esetleg nehezen eljátszható, de nekünk örömet okozó nótával szembe egy általunk könnyebben eljátszható, de a közönség felől pedig nagyobb visszajelzést kapó szám, hát ebből nem tudom, hogy keveredtem ki. Igazából komoly hangzóanyagunk, tehát nagy lemez formában nincsen. Demókat készítettünk, ugye, ami kevesebb számból áll, de esetleg elérhet egy olyan minőséget, amit egy nagy lemez is. Az utolsó két felvételünk Daci Zsoltnál készült az ő saját házi stúdiójában, ugye ő volt a bikini gitáros és augusztusban eltávozott közülünk,
vele nagyon korrekt kapcsolatot sikerült kialakítani, és ő mindenben tényleg segítségünkre volt. Nagyon sokat köszönhetünk neki. Egyrészt az általa készült felvételek hát olyan szempontból is emléket állítanak neki, hogy az egyik számunkba elvállalt egy gitárszólót is, úgyhogy ez már a miénk belőle egy darab. Látom, hogy újra kezd divatba jönni, hogyha lehet ilyen szavakat használni rockzene a fiatalok körében. Volt élőzene legalábbis. Élőzene, igen, tehát az élőzene, de azon belül én úgy látom, hogy a rockzene is. Mert volt ugye egy olyan időszak, legalábbis úgy vettük észre, amikor teljesen halott volt a dolog. És hát amit mondott is, hogy egyre többen járnak szerencsére koncertekre. Én optimista vagyok, én bizakodom abban, hogy a rockzene az nem egy eltemetett zene, és nem egy múltról szóló dolog, hanem igenis van jövője. Hogy aztán mi lesz a jövője? Tehát itt ugye stílusok mosódnak össze, szinte hetente alakulnak ki újabb fajta stílusok, amiket már nem is lehet kategorizálni. Én úgy gondolom, hogy van út, tehát ezt lehet csinálni. Megint más kérdés az, hogy ugye, miről beszéltünk itt Magyarországon, erre mennyire van lehetőség, és egy amatőr rockzenekar az mit tud felmutatni? Hát igen, ezt mondjuk tudni kell, hogy ez eleve egy rétegzene. És azért mi a magunk módján, amennyire lehet, egyéni dolgot próbálunk játszani, és ez azért visszaüt. Tehát nem biztos, hogy ami nekünk tényleg tetszik, az ugye másnak is tetszik nyilvánvaló, hogy ez nem jöhet létre minden egyes esetben. De meg kell találni a közös nevezőt, amit mi szívesen játszunk, és a közönség is. Hát pozitívan értékeli. Tulajdonképpen, mint zenekari koncepció lehet az is, hogy ő gyakorlatilag, mivel hogy a Nyilasztól származnak ugye az alapötletek, a Nyilaszt az nem hallgat zenét. Hát, szóval keveset. Semmiféle hatás nem éri, csak ami az ő fejében úgy megszületik, mint ötlet, azt mi gyakorlatilag továbbfejlesztjük. Erről szól az egész. Meg arról, hogy mi tulajdonképpen gyakorlatilag ezzel saját magunknak is csináljuk ezt a dolgot. Leginkább. Mert az nagyon jó érzés, tehát hogy lemegyünk, próba, elkezdek valamit. Akkor egyből valamelyikőjük, például Peti az első, aki üt rá valamit, dobol rá valamit, akkor Lacika is kísérletezget, Attilánk általában egyből, hát halandzsába, de tol rá valami éneket, Létai kollega is megtalálja a hangokat, és a próba végére össze tud állni egy olyan dolog, ami még másfél órával ezelőtt nem volt. És azért, hát most ez lehet, hogy ilyen, mit tudom én, fellengzős, de jó érzés. De utána jó érzés, hogy csináltunk valamit. Ha csak magunknak is, akkor is. És jó. És akkor utána jó meginni egy sört például. Sokkal jobb.